Miért pont ez a helikopter? Hát azért, mert pont ez a helikopter, mert 21-ben mikor kijött, nekem akkor már videókon tetszett, mármint a klasszikus, ugye most a sárga vonalút mondom, mármint neon yellow. Nagyon tetszett, élőben megláttam, nagyon, még jobban tetszett, és amikor kijött ez a szín összetétel, eldöntöttem, hogy nekem egy ilyen kell. Semmi más nem volt mögötte. Nem vagyok azért egy profi helikopteres, meg egy profi helikopterpilóta, tehát attól a kategóriától messzám, ez nekem egy hobbi. De ahhoz képest azért a kellő angol tudásommal rendelkezem, hogy a manuált végigkövetve teljesen egyszerű volt összerakni, sőt, nem is a manuál szerint mentem végig, mert a szervókat, a ciklikusokat, illetve a farokszervót utólag tudtam beépíteni, mert Csaba barátom parakordozta éppen a kábeleket, a szervókábeleket, ezért azokat utólag építettem be, és teljesen jól hozzáfértem, és be tudtam tenni a helyére. De jobban is örültem neki, mert miután fölállítottam a technikát, a flybar lesszel, ugye subtrim funkcióba, könnyebb volt nekem úgy pozícionálnom a szervókarokat, föltenni a helyére, becsavarozni ugye menetrögzítővel, nem pedig össze-vissza kellett trimmelgetnem a szervókarokat. Egy a három ciklikusból, mert ugye a háromból ugye azok egyformák, de ugye mivel ellentétesen áll két darab ciklikus, ezért ugye egyetlen egy darab ciklikus szervót kellett trimmelnem a háromból. Milyen flybarless rendszert tettél rá? Én már régebb óta használom ezt a flybarless rendszert, szerintem 21-ben már elkezdtem, Spirit GTR van rajta. Azért ez, mert nekem tökéletesen megfelel annak, amit kell, hogy tudjon számomra. A helikopter tartja a levegőben, van rajta mentés funkció, ami nem kerül plusz pénzbe, nekem ez tetszik, stabil, van természetesen előnye és hátránya is, van rajta automata mentés, speciál én nem használom, mert akkor soha nem lesz az emberből 3D pilóta, aki a föld fölött repül 2 méterrel, úgyhogy a sima mentés funkciót használom, van rajta stabilizáció, szokásos bankfunkció, meg még rengeteg más, amivel úgy gondolom, hogy kiemelkedik a piacon a többi közül, ezért a pénzért. Tehát árérték arányban szerintem egy tökéletes megoldás, egyszer kell megvenni. Amikor raktad össze, volt-e olyan pont az összerakás közben, amikor azt mondtad, hogy na erre oda kell figyelni, ha ezt újra kéne kezdenem, akkor nem így csinálnám? Azért nevettem el magamat, mert hát a matricáknak a felragasztása ahhoz, szerintem, hogy ne remegjen az ember keze előtte, beverek egy-két pálinkát, de azon kívül más nem tudok elmondani. Tehát semmilyen olyan összerakás során, semmilyen olyan nem tapasztaltam, ami nehézséget okozott volna. Végig vissza manuál, hogy mit kell bezsírozni, mit kell beragasztani. Tehát ráadásul színes a manuál, tehát interaktív jellege megvan a színességgel. Nem az, hogy fekete-fehérben van, minden csapágyhoz meg van határozva a cikkszám, meg van adva a méret. Tehát minden csavarhoz oda van írva, hogy melyik csavart hova tekered be, milyen hosszúságú az a csavar, milyen vastagságú az a csavar. Még azt is mutatja, hogy kell a látét, vagy nem kell a látét. Tehát illetve a szívfeszességet is egyébként teljesen jól meghatározza, hogy mikor van az optimális szívfeszessége a faroknak. Nem fanatizmus beszél belőle, mert tényleg pártatlan vagyok, de nekem ez faék volt, faék egyszerűség volt összerakni. Tegyük hozzá, nem vagy támogatott pilóta. Nem, semmi közöd nincsen az SAB-hez, te egy átlagos helikopterpilóta vagy, aki döntött egy helikopter mellett. Volt neked előző helikoptered, összehasonlítva azzal, milyen? Hát természetesen nem vagyok támogatott pilóta. Ezt mindenki nagyon jól tudja, a tudásomon is látszódik, hogy nem vagyok támogatott, mert lehet, hogy támogatott lennék, olyan lenne a tudásom. Hát vegyük sorba, inkább ezt erre komplexebben válaszolnék. Nekem van egy T-Rex 470 plastikom. Az a munkásgép. Ütöm, verem, még majdnem örömmel tölt el, hogyha összetöröm. Mert hogyha cigarettában mérem, elég olcsó fenntartani. Tehát 2 doboz cigi, 3 doboz cigi, mikor mennyibe kerül a sérülés. Persze senki ne dohányozzon, mert fúj, káros. De az mindenféleképpen ugye megmarad munkásgépnek. Van egy 500-as Goblin Sportom, az is érzelemből
van meg, de hát az már nem egy mai konstrukció, úgyhogy már eléggé egyre nyűgösebb ugye az alkatrész utánpótlása, sőt, nagyon nyűgösség kezd válni. Egy T-Rex 700L dominátorom volt előtte, szerettem, imádtam, meg is az volt a leghosszabb ideig meglévő gépem. Egyébként ez konkrétan 2 évet jelent az életemben. Szerettem, imádtam, és a mai napig nagyon jó gép. De ha össze kell hasonlítanom, amit éreztem az eddigiek alapján, tehát nincsen 500 start a gépbe, félreértés ne essék. F3C kihajtás volt a 700-amon. Emiatt ott a farka ugye magasabb fordulaton volt, ezért az eléggé jól tartotta magát, de még így is a RAV-nak a faroktartása szerintem erősebb, pontosabb, de maga az egész gép robotikusabb. Tehát nem olyan nyúlós, nem érzem azt, hogy annyira smooth 3D-re alkalmas gép lenne. Sport 3D-re, 3D-re, sportrepülésre, Smack, meg Hard 3, hát a többit mindenki írja be a YouTube-on, azt megtalálja. Van-e olyan, amit koncepcióban újra gondolnál a helikopteren? Tehát ami neked esetleg azt mondod, hogy ezzel lehetne még fejleszteni? Hát amit lehetne fejleszteni, az hiába van itt a krokodilos alligátoros jellege, hogy megeszi az akkumulátort, mert hát ez megeszi az akkumulátort, meg hát nem is egy könnyű gép, de nem érezni rajta a tömegét. Amit én újra gondolnék, hogy azért én beletettem volna még egy 6 mm-t az akkumulátortálcába, hogy azért sokkal kényelmesebben be lehessen dugni a helyére. Tehát ez nagyon... nagyon ki van mérve. Nagyon ki van mérve. Egy kicsit hiszt is belerakni. Én azt egy 6 mm-t biztos, hogy nagyobb hézagot tennék oda. Tehát magyarán az akkumulátor tálcán süllyesztenék, és az orbúci eleje az egy picit ugye följebb lenne. Tehát 6 mm-rel növelném a deltát a kettő sík között. Ennyi az én észrevételem. Azon kívül eladta magát a dizájn. Szóval tetszik? Tetszik. Tetszik, tetszik. Beszéljünk a mocskos anyagiakról, nevezetesen összehasonlítva árban a többi 700-assal. Amik jelenleg a piacon vannak. Mondjuk az újakkal. XL Power V2, mondjuk nekem nem tetszik, azért nincs is az, de bruttó kiskereskedelmi ára, mire hozzánk megérkezik, az, hogy jól tudom, 920 euró környékén van, ugye lapátostól az üres váz. Nem fogott meg a termék, úgyhogy arról én nem is nagyon szeretnék beszélni, mert tényleg teljesen szubjektív a véleményem. Hát ugye a másik szerelem és márka nálam, az ugye az Align, és ugye a TB70 aktuális kérdése. Hát tényleg beszélgessünk nyersen az árakról, tehát Európáról beszélgetünk, Ausztria, Németország, olyan 1050 euró környéke a TB70-nek, ugye motorostól a kitnek az ára. Na most ez ugyanaz. Csak annyi, hogy nem kapok hozzá motort. De induljunk ki a top kombóból a TB70-nél, ugye 200-as Hobby Wing, hozzá az Align szervók és hozzá a 850MX, ugye az emelt kávé értékű. Maradjunk el a gazdaságosság vonalán, és akkor beszélgessünk úgy a termékek értékeiről. Tehát akkor 1050 euró, és még nincsen semmink hozzá. Vegyünk bele 4 darab GDV szervót, vagy KST szervót, 80 euró per darab, 4x8=32, az 320 euró, meg 1050, az ugye 1370 euró. Tegyünk bele egy Eli motort, mert az tényleg kimagaslik a piacon az ára, tehát tegyünk bele egy Eli motort, az olyan 260 euró környékén van, 1630 eurónál járunk. És akkor vegyünk rá még egy ESC-t, az még hozzá 500 euró, egyszerű a matek, az 2130, 2200 euró. Hát a TB70 ugyanennyibe kerül. Ugyanezt kell kifizessük érte,
Németország, Ausztria a top kombóért. Tehát árban nagyjából ugyanott van. Árban ugyanoda megérkezünk, tehát hogyha ezt ha elfogadjuk, ha nem fogadjuk el, hogyha most összeépítjük gazdaságosan és használható műszaki tartalommal, ugyanott vagyunk árban. Mint mondtam, én ugye tehát a T-Rex 470, a Plastic Edition, semmi nem kötheti be a cipőfűzőjét, az, hogy amit tud repülni, és amennyibe kerül a fenntartása. Én nagyon-nagyon sok startot tettem eddig bele, relatíva sok start, de sokat tettem bele. Úgyhogy ez már ízlés dolga, de egy biztos, hogy ebben a koncepcióban a TB70-et én drágának találom, továbbra is. És mondom, Európáról beszélgetünk, nem arról, hogy most ki, hol, hogyan, miként vásárolja meg, vagy szponzorált, vagy nem szponzorált pilóta, vagy fakt, ugye Ellen Szabó Junior, tehát ne dobálozunk nagy nevekkel. Ma azért a helipilóták egy elég jelentős része V-bárral repül. Te nem. Miért? Én Spectrum távirányítót használtam a modell helikopterezés legelejétől fog, tehát a nulladik naptól Spectrumot használtam, és a Spectrumhoz én nem akartam távirányítót cserélni, mert a DX18, aminek az egy békebeli, akkor fagy le, ha beteszem a fagyasztóba. Tehát az annak az a, akkor le tud fagyni. És ezáltal jött, ugye próbálkoztam a Brain-nel, mindenki másnak jó, nekem nem volt jó. Én nem bírtam megfelelően beállítani, volt egy Saab Mini Cometem, és azt rögtön hanyat vágtam vele, de biztos, hogy user error, tehát az én hibám, elengedtem a Brain Flybar lesz. A MicroBeast vonalat azt persze a Spectrum beépített vevővel rendelkező AR7200-as szériával kezdtem. Az ugye rendkívül érzékeny volt a rezgésre, tehát azonnal a T-Rex 500 ESP-nek szerette a ciklikusait behúzni, ugye DFC fejes 500-ról beszélünk. Így jött a Spirit, azt is megmondom, hogy szintén egy barát tanácsára jött a Spirit kérdése, és én teljesen elégedett vagyok vele, próbálnék almát az almával összehasonlítani. És akkor V-bar, V-link, hogyha szóba került, akkor tegyük mellé a megfelelő almát, tehát Spirit GTR. Ugye mind a kettő ugye beépített vevővel rendelkezik, nem kell hozzá külön vevőt fölbigyeszteni. 280 bruttó euró a Spirit GTR. A V-bar V-link 380 euró. Van közte 100 euró delta, és úgy gondolnám, hogy műszaki tartalomban ugyanazt tudja, tehát ugyanolyan megbízható mind a kettő modul szerintem. Nagyon sokan használnak V-bárt, ez nem vita tárgya. Tehát nagyon sokan, és nem véletlenül van biztosan ez a piaci fölény. De én szeretem magamat jobban belásni a műszaki dolgokba, hogy mi hogyan működik, ezért a Spirit GTR talán egy picit nehezebb beállítani, mint egy V-bárt. Viszont nekem 100 eurót nem ért meg, ez csak a Flybar lesz különbség, a távirányító. 2022 karácsony előtt úgy döntöttem, hogy váltok, eladtam a Spectrum és minden hozzá lévő sallangot, hogy akkor átérek a Spirit Yeti házasságból született Yeti DS12 Spirit Edition távirányítóra, és karácsonyi akcióban 525 euróért vettem, azt hiszem. Most a V-bar Touch, V-bar Evo 1200 euró környékén van, ha jól emlékszem. És így megjelenésre a Yetinek ezt a Spirit verzióját egy kicsit úgy élem meg, hogy látottak alapján, hogy így a V-bar Classic és az Evo vagy Touch, mindegy, hogy melyiket mondom, mert nem volt egyik sem. Tehát a véleményem totál szubjektív. Tehát a kettő között átmenet. Ugye van rajta színes kijelző, de közben a klasszikhoz hasonlóan ugye egy gombot kell körbetekergetni, és azt kell befelé nyomkodni. Tehát a kettő közötti átmenetnek élem meg. Meg hát az árában meg ugye van különbség, és azért a Yeti, nagyon jól tudjuk, hogy repülősök a Yetit használják jetekhez, több kilométeres távolságba, tehát olyanról, hogy jelvesztés, szerintem teljesen felesleges beszélgetni a Yeti esetén. Viszont ugye a Spirit lefejlesztette az integrációját a Yetire, amit hogyha
bármelyik Yeti távirányító, tehát nem a Spirit által forgalmazott Yeti DS12-ről beszélek, hanem DS16 vagy bármelyik. Ugye ez a Spiritnek a honlapjáról letölthető, és akkor ezáltal ugye az integráció, tehát ergo V-bar jelleg, az meg is érkezik akkor a távirányítóra, és nem kell abszolút PC-t használni hozzá. Én ehhez még a megszokás miatt használtam hozzá PC-t. Távirányítón ugyanúgy egy setup wizard végig visz rajta, nincsen benne egyéb nagy teendő. Mivel én nem vagyok szponzorált pilóta, sem profi pilóta, nekem ez egy hobbi. Tehát én a hobbit kezeljük a helyén, és ez a hobbi, ez egyben egy szerelem, olyan, mint a horgászat. A horgászok is nagyon sok pénzt el tudnak locsolni, a komoly horgászok erre. A horgászatban van a kárp, mint márka, a szponzorált kárpos horgászok. Persze, hogy előveszik a jó felszereléseket, de én egy humán halandó vagyok.